Kuba Imre Csabával, a Jászlagkun-Szolnok megyei Agrárkamara elnökével beszélgettünk arról, hogy mennyiben segíti a gazdákat a miniszterelnökség által kiírt pályázat. A miniszterelnökség által kiírt pályázat már készen van. Néhány hét múlva kompletten rendelkezésre áll a gazdáknak. A felkészülés során Karcagon, Kunszentmártonba, Jászberénybe és Fegyverneken tartunk a térségenként a gazdáknak tájékoztatót arról, hogy milyen lehetőségek lesznek a 2014-2020 közötti időszakban. Az első pályázati kiírás az AKG pályázati kiírás volt, ami már rendelkezésre áll a gazdáknak, és így tudnak tájékozódni, hogy milyen feltételrendszer mellett tudnak pályázni. Erre a jelentős gazdaságot segítő, környezetvédelmi szempontokat messze menő figyelembe vévő pályázatra. A további pályázatok az állattenyésztés korszerűsítésével kapcsolatos, a kertészeti termesztéssel kapcsolatos, az öntözőberendezésekért, az öntözéssel kapcsolatos pályázatok. Összesen a pályázatok több mint 300-at ölelnek magukba, ami folyamatosan fog kiírásra kerülni a miniszterelnökség által, és hát így annak a felhasználására felkészülünk, illetve a pályázatokat megírjuk, a beruházásokkal kapcsolatos, épületi beruházásokkal kapcsolatosan a tervezések elkezdődtek, így a pályázat minden egyes szempontját tudjuk teljesíteni, illetve azokat a feltételeket maximálisan figyelembe venni, ami az eredményes pályázatnak a feltétel rendszerében van benne. Akkor ez azt is jelenti, hogy a Karcag és környéke gazdái a környezettudatosságért is sokkal többet tudnak tenni, tudnak pályázni újabb, modernebb gépekre és esetleg tanyafejlesztésre is. Igen, a környékbeli gazdáknak is megvannak a lehetőségei, meglesznek a lehetőségei. Egyébként eddig is messze menően a gazdatársaim a természeti tényezők, a természetvédelmi szempontok maximális figyelembevételével gazdálkodtak, de ez pénzbe kerül. A uniós pályázat lehetővé teszi azt, hogy a többletköltségeket fedezzék a pályázatok útján, így eredményesen tudnak pályázni, gazdálkodni, és olyan jövedelemre tudnak szert tenni, ami a megélhetésük, meg a bővített újratermelésük, újabb beruházások, annak a feltételrendszerét fogja segíteni. Korábban szó volt arról, hogy egyszerűsödni fog a pályázatok beadása, és az elbírálással is gyorsabb lesz. Ez jelentősen segítheti akkor a gazdákat a megvalósításban is. Igen, az a helyzet, hogy már másfél év késésben vagyunk, és hát ezt a másfél évet úgy lehet behozni, hogyha egyszerűen a gazdatársakat felkészítjük arra, hogy hogy tudják fogadni ezeket a pályázatokat. A miniszterelnökség részéről pedig olyan feltételrendszert adnak közre, illetve pályáztatnak, ami egyszerűbb, mint a korábbi pályázat volt, illetve versenyképesen tudnak akkor ringbe szállni a pályázatok eredményes elbírálása után, hogy ezt időben el tudják kezdeni, hiszen egy építési beruházás, egy más vásárlással kapcsolatos beruházás az időigényes, de az is célunk, hogy minél hamarabb hozzájussanak a gazdák, termelésbe tudják őket állítani, és a termelés során már eredményesebben tudnak gazdálkodni, jövedelemre szert tenni, és hát a természeti tényezők, a közgazdasági tényezők együttes figyelembe vételével tudnak eredményesek lenni a gazdálkodásban. Említette, hogy több fórumot is tartottak már a megyében ezekről a pályázatokról, biztos, hogy sok gazdatársával beszélgetett. Melyek azok a területek, amelyek iránt itt érdeklődnek a környéken és a megyében, tehát amiben biztos, hogy sok pályázat fog beérkezni? Hát sok pályázat fog beérkezni a AKG-ra, az ökológiai gazdálkodásra, az állattenyésztésre, de a tanyafejlesztési program, ami egy nagyszerűen kiépített, rendszerbe foglalt program, arra is nagyon sokan érdeklődnek. Ezzel elérjük azt, hogy a gazdatársaink a termelésük helyszínén tudnak gazdálkodást folytatni, a tanyákon el tudják helyezni a gépeiket, el tudják helyezni a termékeiket, az állataikat, tehát így a felesleges mozgásokat elkerülik, és a környezetszennyezés, meg egyéb ilyen problémás dolgokat kikerülik azzal, hogy megfelelőképpen felkészülten tudjanak a gazdálkodásban részt venni.
korábbi pályázatoknál is szó volt arról, hogy a termények legmagasabb szintű vagy legnagyobb szintű feldolgozottsága, ez piaci előnyt is jelenthet esetleg export esetében. Lát erre esélyt, hogy esetleg itt újabb üzemek, feldolgozók épüljenek? Igen, hát éppen a napokban történt a megbeszélés a szövetkezeti programmal kapcsolatban, mert egyik fő szempont az, hogy a kitörési pontja a Mezőországnak, hogy a igazi szövetkezetek alakuljanak, és az igazi szövetkezetek lehetővé teszik azt, hogy többen összeálljanak, feldolgozó üzemet létesítsenek, a feldolgozás után pedig a kereskedelembe vegyenek részt, és feldolgozott termékeikkel, kézműves termékeikkel minél jobb minőségű áruval jelenjenek meg a piacon, akár a helyi, akár a nagybani piacokon, akár a áruházláncban, illetve export lehetőségek kihasználásával. Ezek a lehetőségek rendelkezésre állnak, jelentős támogatás van kilátásban a szövetkezetek alakítására, és az Omékon most ezen a seregszemlén nagyon sok információt tudtak jutni a gazdák, éltek is ezzel a lehetőséggel. A legtöbb előadás, konzultáció, fórum, ami az Omékon történt, teltházzal történt, rengeteg felvetést hallottunk a gazdatársak részéről, aminek legnagyobb részét tudják orvosolni arra illetékes kormány tagok, illetve azoknak a segítői. Úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív irányú folyamat tud elindulni, amit egyébként régen vártunk, annak érdekében, hogy versenyképesek tudjunk lenni, fenntartható legyen a fejlődés vidéken, és a vidéknek a megtartó ereje növekedjen. Akkor én sok sikeres pályázatot kívánok Önöknek. Köszönjük szépen a gazdatársaim nevében is.